Önök úgy jelentették be a nyugdíjkorrekciót és a nyugdíjprémiumot, illetve hogy decemberben 10.000 forintos Erzsébet utalvány lesz, mint hogyha hatalmas kegyet gyakorolnának a nyugdíjasok felé. Nyilván a kis pénzre szükségük van a nyugdíjasoknak, de ennél többet érdemelnének. Nézzük meg, mi a baj. Először is önök januárban alultervezték a nyugdíjemelést. Először 0,9%-ról beszéltek, ma januárban 1,6%-ra emeltek. Emelték nem tudni, hogy miért, mert a Magyar Nemzeti Bank ekkor 2,4%-os inflációt jelzett előre. Vagyis önök a nyugdíjasok pénzét az elmúlt 10 hónapban kamat nélkül ingyen használták. Ráadásul probléma még ehhez kapcsolódóan, hogy az egy nyugdíjasra eső átlagosan 10.000 forintból a kis nyugdíjasoknak mindössze 5-6.000 forint jut, ami nagyon kevés, főleg, hogyha a nyugdíjas inflációs kosarat nézzük. Nézzük a nyugdíjprémiumnak a kérdését. Ezt, mint ismert, a bajnai kormány vezette be, de eddig egyetlen egyszer sem kaptak a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot, holott a gazdasági növekedés hasznából az elmúlt években nekik is részesülnie kellett volna. A kérdés az, hogy az elmúlt 7 évben a kormánynak miért nem jutott eszébe, hogy a bajnai féle szabályokon változtasson, hogy ne csak 3,5%-os GDP növekedés fölött kaphassanak a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot. És itt a harmadik, az Erzsébet utalvány. Tavaly már jeleztük, hogy nem utalvány formájában kellene ezt a 10.000 forintot odaadni, hanem pénzben. Most itt lenne a lehetőség, hogy a nyugdíjkorrekcióval és a nyugdíjprémiummal együtt utalják. De gondoljuk, hogy nem a józan megfontolás számít, hanem az, hogy a sajátjaik jól járjanak. Ismerté vált, hogy az Erzsébet utalvány forgalmazó ZRT több mint 2 milliárd extra bevételre számíthat a kormány karácsonyi ajándékának köszönhetőenek. Ráadásul ezt a hatalmas, önök hatalmas összeget költenek a postázásra. Tavaly tudjuk, hogy még Ausztráliába is küldöttek utalványt. A kérdés az, hogy rendben van ez így, államtitkár úr? Cseresnyés Péter államtitkárat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Megpróbálok higgadtan válaszolni az ön érzelemtől fűtött kérdéséhez, hozzászólásához, vagy hozzászólására reagálva. Természetesen le kell szögeznünk, és az eddigi tapasztalat mindenki számára azt mutatja, hogy a kormány megbecsülés tiszteli a magyar nyugdíjasokat, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy a magyar nyugdíjrendszer biztonságos, stabil, kiszámítható legyen, és a nyugellátás értékmegőrzése biztosított legyen. Szeretném emlékeztetni arra, hogy mi történt ennek érdekében az elmúlt időszakban. Például az, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóértékét folyamatosan megőriztük, és amit ön kicsi lekicsinylően szólt, vagy említett, szeretném megemlíteni, hogy 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke közel 10%-kal nőtt. Szeretném hangsúlyozni, a vásárlóértéke, nem a nominális szám értéke. Garantálja a törvény azt, hogy az éves infláció magasabb lesz a tervezetnél, akkor nyugdíjkorrekciót biztosítunk, és január 1-ig visszamenőleg megkapják a nyugdíjasok azt a pénzt, ami az infláció, a tervezett infláció és a tényleges infláció közötti különbséget jelenti, és 10.000 forint Erzsébet utalványt kapnak idén decemberben is a nyugdíjasok, tehát folyamatosan, ahogy a gazdaság lehetővé teszi, a magyar kormányzat biztosítja azt a vállalását, hogy legalább a reálértékét megőrzi a nyugdíj, a mindenki által megkapott nyugdíj, de ahogy említettem, az elmúlt időszakban reálértékben jelentős mértékben közel 10%-kal nőtt. És akkor azt is szeretném elmondani, hogy a gazdaságpolitikának köszönhetően, a kormány gazdaságpolitikának köszönhetően most van először lehetőség a törvény alapján a nyugdíjprémium juttatásban is. Ez azt jelenti, hogy 80.000 forinttal vagy ennél magasabb ellátással rendelkezők esetében 12.000 forint egyszeri kifizetést kapnak a nyugdíjasok, akik 80.000 forint alatti nyugdíjat kapnak, az arányos részét kapják meg, és ezt a bizonyos korrekciót egy törvény által megállapított képlet alapján kell kiszámítani. Egy percben majd folytatom. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azért én nagyon vitatkozom önnel azon, hogy a kormány megbecsüli a nyugdíjasokat. Most az vált ismerté, hogy körülbelül ezek a lépések összességben 90 milliárd forintba fognak kerülni a költségvetésnek.
Önök ugyanakkor például a Puskás stadionra 190 milliárd forintot költöttek el, vagy elköltöttek több mint 100 milliárd forintot idén a Paks 2 beruház, de sorolhatnám tovább. Hasonlítsuk már össze a kettőt. Ön azt mondja, hogy az infláció követés megvalósult. Nem valósult meg, mert önök az átlagos inflációt nézték, és nem a nyugdíjas inflációs kosarat. Tudja ön azt, hogy mit jelent a nyugdíjas inflációs kosár? Tudja azt, hogy mit jelent az, hogy abban mekkora tételt tesz ki a gyógyszerköltség, a rezsiköltség és a többi? Sokat. Önöknek egyszerűen meg kellene nézni azt, hogy a nyugdíjasok helyzete milyen, és hozzá kellene nyúlni átfogóan, és sokkal magasabb arányban kellene a nyugdíjasok helyzetén és a nyugdíján emelni. Köszönjük. Államtitkár úr, a viszontválasz lehetősége. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Nehéz őre reagálni, mert frázisokat pufogtat, olyan mondatokat mond, amely semmiféle adatot nem tartalmaz, csak megfogalmaz valamit, belekiabál a levegőbe, az éterbe, és valamit követel, olyat, aminek esetleg még a gazdasági alapja sincs meg. De azért szeretnék én néhány adatot önnel közölni. Körülbelül 2,2 millió öregségi nyugdíjar jogosultsága rendelkező nyugdíjas van ma Magyarországon, és ehelyett 2,7-2,8 millió olyan ellátásban részesülő ember kapja ezt a bizonyos nyugdíjprémiumot, aki nem közvetlenül öregségi nyugdíjellátásban részesül, hanem nyugdíj jellegű ellátásban részesül. Ezzel is megpróbáljuk megbecsülni azokat az embereket, akik jó néhány évet vagy jó néhány évtizedet eltöltöttek a munkaerőpiacon, éppen azért, mert már hozzájárultak a gazdaság fejlődéséhez, a társadalom előrejutásához. Mindez a kormánynak a megbecsülését is kifejezi a nyugdíjasok iránt. Köszönöm szépen a türelmét, elnök úr!